Sziasztok, Eni vagyok, és üdvözöllek a YouTube csatornámon. A mai videó, ahogy a címből is kitalálhattátok, egy vlog videó lesz. Nagyon régóta nem csináltam vlogokat, és úgy gondoltam, hogy most itt az ideje, hogy csináljak egyet, illetve történik a hétvégén néhány olyan dolog, amit szívesen bemutatnék nektek egy vlog formájában. Ma egyébként szombat van, augusztus 29-e, és mindjárt indulnom kell, hogy találkozzak Szimivel az egyik metró megállónál, hogy elmenjünk a kedvenc turkálónkba turizni, hát ha találunk valami jó ruhát olcsón. És úgy gondoltam, hogy magammal viszlek titeket erre a kis vásárlásra, úgyhogy szerintem induljunk is el, mert baromira el fogok késni. Jézusom! Úristen! Azt hiszik kaját ott. Megeszünk el. Menjünk a sürgire. Hát megnéztük a Bolha piacot, de nem látunk sok mindenre. Kisebb volt, mint ahogy a fotókon volt. Kisebb volt, mint a lakásunk. Na mindegy, de vettem fűszertartót. Most megyünk a Lidlbe, és haza. De találkoztunk Zsaráldal. Ja, a kecskével. Na, láttátok előbb a klippet róla. Végre hazaértünk, nagyon-nagyon meleg van kint, pedig még csak dél sincs, és rengeteg mindent vettünk a Lidlben. Ennyit arra, hogy csak beugrunk tejért. Ráadásul egy néni elküldött a halál kukiába a boltban, mert hogy nem fértem ki a sorból, ahova ő be akart kanyarodni, és közölte velem, hogy nekem így varázslatos módon át kéne őt ugranom, és hogy rohadjak meg, mert nem teszem. Úgyhogy nagyon jól levelt idős nénivel találkoztam ma. És egyébként most a terv az, hogy picit pihenünk, aztán nekiállunk takarítani, és fel fogjuk fújni a gyerekmedencét, amit nemrég vettünk, hogy ebben a melegben kint ücsörögjünk a gyerekmedencébe az erkélyünkön, mert 24 és 25 éves felnőtt nők vagyunk, akik egy gyerekmedencében akarnak ücsörögni egy meleg nyári augusztusi napon. Úgyhogy most megkóstolom a humusz a kis pirított kenyér darabkákkal, amit vettem a Lidlbe, és utána nekiállok mosogatni. Thank you.
Ez rendkívül trashy. Jó, itt várja. A stílussal születni kell. Tegnap voltunk ugye Humana Vintage-be, ahova gyakran szoktunk menni, mert általában vannak olyan napok, amikor mit tudom én, 500 forint minden, vagy 650 forint, a Facebook oldalukon egyébként mindig meg lehet nézni, és most 650 forintért volt minden, illetve néha van olyan, hogy elkiáltja magát a pénztáros, hogy a következő egy órában minden 100 forint, vagy lehet nem 100, de minden 200 vagy 300 forint, valami ilyesmi. Nekem egyébként az egyik kedvenc mom jeansem jött így 300 forintért onnan, úgyhogy érdemes benézni a Humana Vintage butikba, mert tök sokszor lehet találni jó dolgokat. Mondjuk most nem távoztunk annyi mindennel, mint legutóbb, mert én 3 inget is vettem náluk, 350 forintért voltak akkor, és a legjobb ingek ever egyébként. Egyiket én találtam. Ez így igaz, egyiket Simi találta, és most is egyébként ingek jöttek velem. Az egyik, ez a nagyon nem az én színem, alapvetően nem hordok színes dolgokat, mert én tipikusan az a fekete-fehér farmer vége típusú lány vagyok. De van egy youtuber, akit követek, belinkelem majd a dolgait, és ő szokta ezeket a vicces, ilyen régi 80-as évek mintás ingeket hordani mom jeans-szel, és eszméletlenül jól áll neki, úgyhogy úgy gondoltam, hogy felpróbálok egyet, és tetszett magamon ez a vicces szín, úgyhogy megvettem. A másikat pedig Simi találta, mert mondtam neki, hogy nagyon szerettem a régi farmer dolgokat, és nagyon szeretnék olyat, amiben ilyen Disney mintás dolgok vannak, és talált egy olyan farmeringet, amire ugye német felirat van írva, és ez azt de jelenti... De szerintem ez a legjobb benne, ez azt jelenti, hogy szeretnélek megenni, nem? Tehát van olyasmi, ich habe dich zum Fressen gern. Frissen szeretnélek megenni, nyami. De mindegy, és Tom és Jerry van rajta, és ez egy kicsit nagy ing. Igazság szerint egy icili-picilit hosszúnak is érzem az ujját, de még kitalálom majd, hogy hogyan viseljem. Nekem a Humanából igazából csak a sá, egy sá jött velem. Jó így? Jó így, látszik. Hát az én célom az lenne a sállal, hogy a hajamba tegyem, hát majd még meglátom, hogy ez hogy fog összejönni. Ha más nem, majd táskára vagy valami, vagy az övbe befűzve, majd megoldom. És utána amúgy elnéztünk a Lovebug üzletbe, valószínűleg hallhattatok már erről az üzletről, Instán nagyon tolják a dolgokat, mi meg sose voltunk, ők a Mamut környékén vannak, ugye Mamut és a McQuartliget között igazából, és egy ilyen, konkrétan egy lakás van átalakítva üzletnek, nagyon jó hangulat volt, meg nagyon jó illatok voltak, mikor megérkeztünk. Nekem annyi volt a problémám, hogy az én testalkatomra semmilyen ruhát nem találtam bent sajnos, viszont nagyon tetszettek a kitűzők, de végül egyet se vettem, mert a farmer kabátomat jelenleg nem akarom teleszurkálni, kitűzőkkel pedig amúgy menőn néz neki, de emiatt nem jött velem semmi. Viszont Simi talált magának valamit. Végül is velem csak egy fürdőruha jött, egy ilyen Adidas egybe úszódressz lényegében, mert amúgy olyan a kialakítása is, de igazából régóta vágytam egy Adidas egybe fürdőruhára. Meg most ráadásul féláron voltak a fürdőruhák a boltban, úgyhogy így mindenképp jött. Ja, így valami 2000 forint. 2700 nem volt talán. Úgy drága. Reggelt mindenkinek, most már a harmadik napja van ennek a vlognak, és valószínűleg ez lesz az utolsó nap, mert szerintem most már elég anyagom lesz egy videóhoz. Tegnap egyébként végig a medencében pihentünk, illetve átjött később egy haverunk Viktor, úgyhogy utána hárman csöveztünk a gyerekmedencében, és igazából csak beszélgettünk, meg iszogattunk. Ma pedig már hétfő van, 31-e, ami alapvető esetben nekem munkanap lenne, de most van a szabadságom utolsó napja. És mára egyébként annyit terveztem, hogy befejezem az ilyen apróságok elpakolását a lakásban, illetve fel fogok venni 2 Sims-es videót, vagy esetleg 3-at, attól függ, hogy
mennyire lesz igazából energiám. És lassan el kéne készülnöm, mert borzalmasan nézek ki. Felvettem Kara kalandjainak a 10. részét, és nagyon megéheztem, úgyhogy megyek és összedobok valami ebédet, szerintem saláta lesz. A villámgyorsan összedobott ebédem, ami egy, hát lényegében jégsaláta van benne, pritomin paprika, uborka, paradicsom, tonhal, és erre raktam rá ilyen lidlis, cacikis, akármit, amit tegnap vettem, és igazság szerint nem ízlik ez a lidlis, cacikis. Elvileg saláta, de amúgy nem az szerintem. Tovább fogom nézni a modern családot, és megebédelek végre. Egyébként, ha bárkit érdekelne, ennyire kis, basic és béna a videó felvevő setupom. Azokon a dobozokon szokott lenni a kamera, és itt van a mikrofonom, amit magam elé szoktam húzni, egy icipici körfény, hogy ne csak a fél arcom legyen fénybe az ablaknak hála, és azon a monitoron szoktam játszani. Nos, a helyzet az, hogy végeztem végre a második szintes videóval is, és most már 6 óra van, nagyon-nagyon elrepült az idő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek még tőlem videót látni, és vigyázzatok magatokra, majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!